Több mint 30 éve működik Nyíregyházán a jelenleg művészeti szakgimnázium nevet viselő intézmény. Az itt végzett fiatalok nem csupán művészként állják meg a helyüket, hanem tanárként, pedagógusként is. Az iskolában három tagozat a zene, a tánc, valamint a képző és iparművészet közül választhatnak az ide jelentkezők, idén pedig újra meghirdették a színészképzést. A diákok 5 éves tanulmányaik végén 2 államilag elismert bizonyítványt kapnak, egy érettségi bizonyítványt és egy szakmai képesítő vizsga bizonyítványt. A szakgimnázium igazgatója 35 perc című műsorunkban dicsérte a hozzájuk járó gyerekeket. Mint mondta, nagyon elhivatottak, a heti 38 tanórán kívül ugyanis rengeteget gyakorolnak önszántukból. Ahhoz, hogy tanítható állapotban legyenek a diákok, nagyon gyakran már fél hétkor reggel bent vannak az iskolában, beénekelnek, bemelegítenek, és délután, a tanórák után pedig este még gyakran bent maradnak gyakorolni, hiszen ez hozzátartozik bármelyik tagozati képzést nézzük, 2-3, akár 4 óra gyakorlás is benne van még. Úgyhogy este 8 órakor úgy kell őket kitessékelni, és ezt hozzá kell, hogy tegyem, nagyon élvezik, nagyon szeretik. Az iskolába azok jelentkezését várják, akik már általános iskolában is érzékenyebbek a művészetek iránt, és kicsit másképp látják a világot, mint a nagy többség. Az ilyen fiatalok felkutatása céljából a művészeti szakgimnázium szoros kapcsolatban áll az általános és alapfokú művészeti iskolákkal. Az ide jelentkezőknek azonban kemény felvételi vizsgára kell készülniük. Pályaalkalmassági vizsgát szoktunk tartani, ez kötelező is a számunkra, és bizony 3-4-5 óra hosszát is igénybe vesz, hiszen több területről is meggyőződünk az adott területen, hogy rendelkeznek-e azokkal a készségekkel, képességekkel a tanulók, amelyek később szükség lesz rá, és hogy mennyire látjuk azt, hogy fejleszthető lesz. A végzett tanulók mintegy 90%-a felsőfokú művészeti tanulmányokat folytat itteni diákévei után. A táncosok közben már akár el is helyezkednek valamelyik táncegyesületnél. Többen pedig később visszajönnek az iskolába tanítani. Az intézményben az infrastruktúra fejlesztése is a minél színvonalasabb művészeti oktatást szolgálja. Nemrég alakítottak ki egy digitális zongoratermet 6 hangszerrel. Ez azért hasznos, mert a zongora kötelező tárgy a zenészeknél. A grafikusoknak pedig 2 művészeti tantermet létesítenek 15 számítógéppel, rajtuk különféle számukra hasznos hardverekkel, szoftverekkel.